Így néz ki most a Köztes utca, Puttony utca kereszteződésében található terület, de nem így nézett ki néhány napja, tel is tele volt szeméttel, pedig tábla is figyelmeztet, hogy nem szabad illegálisan hulladékot lerakni. Ez azonban sokakat egyáltalán nem zavar. A körzet önkormányzati képviselője Klément György felháborodva mesélte, nem sokkal azután, hogy a Teszed akcióban összegyűjtött szemetet elvitette innen az önkormányzat, újra áldatlan állapotok uralkodtak. Utána egy pár nap alatt, amit képződött, az egyszerűen hihetetlen. Tehát itt a mögöttem levő részen körülbelül 100 köbméter szemét volt összeforva. De ebbe benne volt a sezlonytól kezdve a WC ülőkétől, a gumi, a kocsi alkatrészek, a pelenka, tehát mi, ami csak létezik egy háztartásban, meg még a fölött, az mind ide ki volt horva. Szent meggyőződésem ugye, hogy ezt az itt lakók ilyen mennyiséget nem tudnak képezni. Én most nem oldok fel senkit a felelősség alól, mert őket is, ha megkérdezem, nem tudnak mondani nekem egy rendszámot, nem tudnak mondani nekem valami irányt, hogy tudnánk tovább lépni, mert ezt viszont nem hiszem, hogy ezt nem látta senki. Nem első alkalom, hogy valakik ide hordják a szemetüket, és azt mindig közpénzen kell elszállítatni. Azért is érthetetlen a dolog, mert van hivatalos, legális hulladéklerakási lehetőség a városban. Mindenki negyed évente 250 kiló szemetet kivihet a legális hulladéklerakó helyre, és ha már valaki a város valamely részén főpakolta utánfutóra, pótkocsira, bármire, akkor ne erre jöjjön, hanem menjen a szeméttelepre, és akkor mindenki jól jár. Tehát a környezetünk védelmér, hogy ennyit ne tegyünk meg, hogy legalább a saját szutykunkat, szemetünket ne dobjuk ki más placára, területére. Klément György összefogásra buzdít, nem lehet ugyanis szemet hunyni az illegális hulladéklerakás felett. Mindenkit kérünk rá, hogy a szemétkommandó, hogy mi legyünk magunk, tehát bárki bármi ilyen tevékenységet lát, elő a telefont és egy fényképet, vagy legalább írjuk le a rendszámot, és akkor azzal lehet a közterületfelügyelő felé élni, de ha más nem, akkor nekem elküldés, majd akkor én lépek benne. Az ide hordott szemét komoly fertőzés veszélyt is rejt magában, amellett, hogy csúnya látvány. A képviselő elmondta, mindenképpen szorgalmazza, hogy térfigyelő kamera kerüljön ki ehhez a kereszteződéshez.